Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Itt van mellettem a Davis, éppen nézi a tévét, ugyanis valami zene megy, valami reklám is megy benne a zene. A Davis rettentően szereti a zenét. Te nagyon szeret táncolni, legalábbis próbálkozik vele. Mi nyuszi? Ahogy ma nem másra fogunk elmenni, meg fogunk nézni egy autót, nem is akármilyen autót, az egyik kedvenc autómat a Mazdán kívül persze, a Fordot, abból is a Mustangot fogjuk megnézni. Aki régóta nézi a videóimat, az tudja, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt, mikor megvettem a Mazdát, akkor gondolkoztam rajta, hogy Mustang legyen, vagy Mazda legyen, és végülis a Mazda mellett döntöttünk annak idején, akkor a Mustangot meg kellett rendelni. Tehát azt mondták, hogy ha most előrendelsz rá, akkor körülbelül ilyen egy év, körülbelül ez az idő, mire ideér és idehozzák neked. Kellett fizetni $1000 előleget, idehozzák, megnézed, nem tetszik, azt mondod, hogy ez nem nekem való. Visszadják a pénzedet, a Mustang pedig ugye itt marad a kereskedőnél. Jelenleg ezek a Mustangok vannak itt a kereskedőnél nagyon sokféle fajta minden felé. Úgyhogy gondoltam, hogy elmegyünk ma délután és megnézzük, hogy beleférünk egyáltalán ebbe a Mustangba. Úgyhogy képzeld el, múltkor elmentünk, és pici volt a hátsó ülés, tehát nem olyan könnyű beszállni hátulra, tehát gondoltuk, hogy elmegyünk és megnézzük még egyszer, hogy belefér-e a család, vagy nem. Egész nagy autó ez a Mustang, de a hátsó ülés egész picike. Aztán ezen kívül meg akarom nézni a Ford Focus-t is, de nem a simát, nem is az ST-t, hanem az RS kiadást. Aki tudja, hogy milyen az az RS kiadás, az tudja, hogy miről beszélek, az egy rettentően gyors autó, és nagyon sok jó dolog van benne, ami ugye nekem tetszik. Úgyhogy ma ezt fogjuk csinálni. Nem itt a Gold Coast-on nézzük meg, hanem Brisbane és a Gold Coast között egy ilyen Ford kereskedőnél. Mi csinálsz, Nyuszi? Ja, hát a te húztad onnét le az asztalról. Mindig szeret játszani a fülhallgatómmal. Amúgy jelenleg készülődünk, és amit elkészült az egész család, el fogunk indulni. Aztán utána meg nem is tudom, hogy hova vagyunk valamerre, hogy biztos el fogunk nézelődni arra fölfelé. Nyuszi, gyere ide! Mit persze nekem szólt? Jó, gyere, rárakjuk ezt a szép új pólót. De nem a kamerát húzzuk. Oda nézzél. Na, ezt rátesszük. Jaj, dugi-bugi. Amúgy a Ford, ez a Mustang nekem sok színbe tetszik. Tetszik nekem ebbe a rubi pirosba, aztán ne vedd azt le. Aztán tetszik, a pirosba is úgy tetszik, de nem annyira talán, mint a rubi pirosba. És itt a kereskedőn ez a sima piros van, ez a versenypiros, ez a racing red. Ja. Aztán szép még olyan sötét színűbe is, de mit csinálsz? Amúgy a 4-hengereset nézzük meg, nem a GT-t. A GT az a 8-hengeres, és na, de nincsen nekik, mert arra még mindig várni kell. Mit csinálsz? Te nyuszi. Megérkeztünk, képzeld el, a Davis közben meg elaludt. Egy ilyen 30 perc vezetésre, nem lukasz, akkor körülbelül annyit jöttünk. Mindenki majdnem elaludt. De ami jön az idő, ilyen felős, ilyen álmosítva egy picikét, meg dolgoztam is, meg Úgyhogy most előveszik azt a magukocsit, a Davis-be lerakjuk, aztán betoljuk. És elhoztam ezt a szemeget, hogy amit tudok, nagyjából majd lehet, hogy lefilmezem, aztán utána majd elmondom, hogy mit láttunk meg, hogy belefértünk el Mustangba, vagy nem. És utána tudom, hova vagyunk utána. Majd meglátjuk, attól függ, hogy végzünk. Lehet, hogy elviszik egyet még vezetni is. Más nem a Lucas Sammy 2. Ha? Jó. Na menjünk. Na nézd, itt meg ezek a szép Fordok. Látod, vannak ilyen terepjárók is. Mint az a Mitsubishi. De ez nem is új, hanem használt. Meg nem is eladó szerintem. Úgyhogy most bemegyünk, és ott az a kék RS Focus. Látod? Az a Focus. Nem azt mondtam, hogy Fiesta. Mustang is van ott áll benn valószínű. We'll be right back.
kipróbáltam. Te! Lucas, hogy tetszett? Ugyanis a Lucas velem jött, feleségem meg a Davis ugye nem tudtak, mert ugye csak 4 szemes az autó. És mit szólsz hozzá? Ezben én írtam az autót, mert kezd melegedni, úgyhogy megyünk valamerre. Megnéztük, nagy autó, de a hátsó ülés meg a hely nem olyan nagy, mint ahogy látszik, hogy a mekkora autó. Tehát körülbelül akkor a hely hátul benne, talán nagyon picit nagyobb, mint a Kia, nem? A hátsó ülés, én kipróbáltam hátul, ugye a feleségem is beült hátulra. És a Lucas hátul ült, ugye, amikor vezettünk, és mit mondtál? Azt mondta, hogy nem olyan túl rossz állt a hátsó ülés, nem? Tehát egyedül, nem tudom, én rettentően szeretem ugye a Mustangot, ugye a Ford Mustangot. Én mindig mondtam, az egyik ilyen álomautóm ugye az is, és ugye most itt van. Ez a 4 hengeres, a 4 hengerest akartam. Hogyha elroknám a garázsba, ugye csak vasárnapenként használom, nem ilyen mindennapos autóval, akkor biztos a V8-at, a GT-t, várjon a rendőr. Itt jön a rendőr, és leraktam a kamerát, hogy meglásd azt, megállítja, azt hiszi, hogy telefonálok a telefonba. Na mindegy, elment a rendőr, itt van előttünk, úgyhogy most nem lát, ha csak nem a visszavült pillantóba. Na mindegy, menjünk! Hogyha nem mindennapos használatra akarnám használni, csak ugye egy hétvégenként, akkor lehet, hogy a GT-t, biztos, hogy a GT-t venném meg V8-ba, de ugye minden napra akarom használni, és hogy ne legyen olyan túl-túl sokat, meg nem tudom, ezért gondoltam, hogy ez a 4 hengeres, amúgy elég jól megy, komolyan mondom, nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog menni ez a 4 hengeres, ugye ez a turbocharge-os 4 hengeres, és mikor odaléptem neki, azért megvan neki a hangja is, tehát megvan az a Mustangos hang, nem az a V8-as hang persze, mint a V8-as Mustangnak, de van neki hangja, mikor odalépsz neki, van különböző módrajthatás, sportmód, normál mód, és mikor odalépsz neki sportmódba, belemész az ülésbe és megindul azért az autó. Majdnem, ugye vezettem Amerikába a V8-ot, a GT-t, ugye 2 héten keresztül körülbelül az öcsimmel elmentünk, és az erő, komolyan mondom, majdnem hogy olyan ez erő. Tehát itt is odalépsz neki, meg tudod pörgetni szerintem a kereket, hogy a kikapcsolsz, hogy ugye mindent, ugyanúgy, ahogy csinált ugye Las Vegasba. Úgyhogy a motorral nincsen baj, a hangja is azért úgy megvan neki, tehát egy szép autó, de egyedül az, hogy 2 ajtós megint, és a hátsó ülés ugye nem akkora, nem olyan nagy hely van benne, mint egy családi autóban, de egy Ford Mustang, tehát egy Ford Mustang. Úgyhogy úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy hazamegyünk, megbeszéljük, átgondoljuk, és majd meglátjuk. Ugyanis én manuálisba akartam, és ilyen rubi pirosba, ezek nem a rubi piros, csak a sima piros, és nem is manuális, hanem automata. A rubi pirosra, a manuálisra azt mondták, hogy körülbelül lehet, hogy 6 hónapot, de lehet, hogy 12 hónapot kell várni, úgyhogy az elég hosszú idő. Visszaérkeztünk a golkosszal. Te! Amint gyorsak voltunk, elég gyorsan visszaértünk, nem Lucas? Hol vagy? Úgyhogy most bejönk ide, aztán nem tudom, hogy körbenézünk egyet, ugyanis még... Még korra van, tessz, tanap a szememben. Nem tudom, mondtam a fókusz, vagy nem mondtam? Mondtam a fókusz, hogy mi van a fókusza? Az RS-sel. Ugye az a kék autó, az a Ford Focus, és ugye az a sportfálcát, hogy nem lehet kipróbálni, azt mondták, ugyanis ez a Focus el van adva, és hogyha meg akarod vásárolni, akkor meg kell rendelni, és azt mondták, képzeld el, hogy 12 hónapot kell rá várni, de lehet, hogy még egy kicsit többet is. Az egy év! Ja, tudom, úgyhogy te... És azt mondták, hogy nincs autó, tehát ki se tudod próbálni. Meglátod, megnézed az internetet, most szerencsém volt, mert ott volt egy, mert eladták, és meglátod, vagy nem látod, megrendeled, megveszed, aztán hazaviszed, tetszik, vagy nem. Amúgy benéztem a belsőbe, azért elég sportos, tehát az ülés, meg minden, ugye tudom, hogy sportülés van benne, de nem elektromos, meg mit tudom én, mind a Mustangban, ugye, hanem tényleg sportautó, de a hangja, nem tudom, hallottad el a hangját, vagy nem, mikor odaléptek, és sportmód, vagy, na minden, szép a hangja, hidd el nekem. Na minden, megjöttünk, mindig mondom, hogy mindegy, úgyhogy most hozom a babakocsit, és bemegyünk. Nézd, mindig itt a víz. Kettő ármosával viszem fel az emeletre, ugyanis amikor nem volt nálam a babakocsi. És jövök, és nem tudtam felvinni az egész... Lucas, megfogd a babakocsit? Na gyere, nyuszi, gyere. Hol vagy? Lenyomjuk. Aztán megyünk, jó? Nyuszi, mit szólsz hozzá? Te... Neked is tetszett az a Ford Mustang, mi? Tetszett, mi? Nézd, látod, viszik a kocsikat. A bevásárló kocsikat. Igen, my son is. No. Where did you put him? Várj, elfelejtettük a feleségemnek a napszemüvegét. Ott a túloldalt. Nem értette a feleségem, hogy azt mondta, hogy ott a túloldalt. Tudod miért nem?
Mert magyarul mondtam, és nem ért magyarul. Ja. Nem értem valami, mit mondtam. Na, úgy, csukjad be. Még egyszer bezárjuk, és elindulunk még egyszer. A kocsis még mindig ott van, látod? Bevásárló kocsis. Paci paprika, nem a szevan kanizsa, ugye? Odaérünk délre. Nyuszi. Kiszi nyuszi. Kiszi nyuszi. Nézd, itt az autómosó szemben, látod? Szépen mossák az autót. Elbefordulunk, átmegyünk. Te, kezdesz nehezedni, nem gondolod? Nem kéne beleülni a kocsiba? Oda bemegyünk. Mi ebbe akarsz beleülni ebbe a troliba? Ne, itt a babakocsit, nem fogom a babakocsit is húzogatni, meg ezt is. Hova mászol, mi? Hova mászol, nyuszi? Tök ezt oda nézni, hol ez micsoda? A hoverboard. Ja, rász, és akkor megy, ilyen kétkerekes. Ez a flowboard. Miért van ez a flowboard? Ja, hogy másnak hívják most. Rász, aztán jó nagyokat lehet vele esni. 14 plus years. Ja, és hány éves vagy? Nem vagy még 14. Én vagyok 14. Ja. Nézd, hogy csoda ez? A szomszéd idegesíti. Bekapcsolod, ja. Szomszédokat lehet fel idegesíteni. Az igazi neve egy boombox? Ja, vagy de, ezzel. De ami, tehát, amit én mondom? Vagy ezzel szomszéd. A gitárra. Amit te mondom? Ja. Gitár. Van itt mindenféle, az kis gitár. De nem úgy kell gitárra játszani, te. Na gyere, itt van ilyen másfajta gitár, még valahoz ilyen erősítő is, látod? 129, ez a szép nagy gitár. Én nem tudok játszani a gitáron. De ezt meg előveszel, és ezzel meg tudsz énekelni. Látod, jön hozzá a mikrofon. Látod? Ne hülyeskedj, gyere! Menjünk tovább! Ja, nagyon jó zene volt. Mit nézünk? DVD-t, játékot, PlayStation, Lego játékot. Nézd, itt az új Xbox 1-es, ez a fehér. Ez új, két terás. Tudom, mit szárták? Mit? Az Xbox 360 indult a white-osba, és ja. Akkor a white-os ment a black-hoz. Most indulnak ja. Black-hoz. Mindig változtatják a szint fehérre, feketére. Hol? Ja, Alex 79 dolar. Hú, Battlefield 1! Na itt vagyunk. Játszunk. Mivel játszunk? Én nem tudom, mit kell csinálni ebben a játékban. De milyen játék ez te? Valami. Na ez itt ez a nagyobb, látod? Nem működik? Mi a baj ennek? Ki van húzva? Az a baj neki. Az működik. Milyen játék? Látod, itt vannak az iPad-ek. Van a Pro, a 2-es, a levegős, a 4-es, az Air, a mindenféle fajta. Mi ez itt alul? Mi az? Hangszóró? Aztán. Nem tudom, mit kell csinálni, de gyere menjünk. Nem egy percet. Na, gyere nyuszi. A ilyen ágyad lesz valamikor, jó? Hanem kicsit nagyobb leszel. Ja. Aztán lesz majd ilyen babakocsit, vagy minek hívják ezt. Ilyen gyerekülésed nem lesz, mert ilyened már van. Megyünk tovább. Ja, nézd! Ilyened van, vagy volt. Látod, már nem használod, mert nem félsz bele. Emlékszel rá, mikor ilyened volt? Te? Nem is volt olyan régen. Aztán itt ezek a nagyobb ülések. Na háló, nézd itt a mami. Na, you got it? Yeah. Na várja, de ma úgy nem mehetünk haza, hogy nem nézzük meg az órákat. Az nem óra, te mit csinálsz? Olyan nézzél, hol vannak az órák, a kázi órák. Azt mondom, hogy lassan zárnak be. Itt vannak. Hát bevették már az összeset, nézzed meg. Én egy pár van az alsó kint vannak, éjszakára beveszték, tehát mindjárt zárom be. Tudod melyik óra tetszik még nekem? Ez a kék? Ó, vagy ez 1004, de... Na jól van. Van sok szép óra megint. Na visszajövünk legközelebb. Mit nézzel? Na gyere, menjünk! Lement a napocska, ugye? He, nyuszi, te tudod, hogy néz ki a pólom? Lehet, hogy annyira nem látni, mert itt a kamerán, itt a vállam, lehet, hogy nem látni a kamerán. És a kicsikét, letöröltem, te! Hát ez a nyuszi, bele!
egész délután beletörölte a száját, a kezét, a mindenit. Akár egyszer evett ilyen kekszet, vagy valamit, mindent belém törölte, ugye? Én voltam a törölgetőröm. Úgyhogy most nem fogunk más csinálni, mint meg fogunk... Jön a vacsora, mi? Mi van? Ja, az az autó, ez láthat. Itt tároljuk az autóinkat. A Mitsubishit, a Mustangot, a... Mi az ott? Most nem veszünk, de most megyünk enni. Ott a Mazda, ott a DeLorean, látod? Na, úgyhogy mi most elmegyünk enni, legalábbis a Davis elmegy enni, jó? Ilyes vagy? Nem vagy még ilyes? Mi? A Lucas? Nem. Oda nem megyünk be. Ugye ezt a videót most itt mi befejezzük, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ugye ahogy szoktam mondani. Sziasztok!